Nyári Tamás Primás zenekarának kíséretében az aranykoszorú díjas magyar nóta énekes Balázs Anikó lépett elsőként a Teveli Közösségi Ház színpadára, amelyet a helyi székelykör szervezett meg közösségépítő céllal. Mai délutánt úgy gondoltuk, hogy legyen egy kellemes és egy hasznos délután, ami azt jelenteni, hogy a székelykörünknek a fő tevékenysége a népdaléneklés. Úgy gondoljuk, hogy a magyar nóta az nagyon közel áll hozzá, és emberi közösségeket hoz össze. Gondoltuk, a népdal, meg a nóta egyik hasznos, a másik meg mulatos legyen. Ebből az apropóból szerveztük meg, és külön része lett a szervezésnek, hogy határon innen, határon túl, tehát erdélyi fellépők és magyar nóta énekesek szerepelnek egy műsorban. Ez a műfaj az idősebbeket vonza jobban, de azért reméljük, hogy ha újra föléled, a fiatalok is megtalálják benne a szépséget, a mulatást. A magyar kormány támogatása is kellett hozzá, illetve a helyi egyesület kis pénze, köl hozzá, hogy ezt az rendezvényt meg tudjuk valósítani, mert nem titok, hogy a külföldön jött a mai üzemanyag árak, mert úti költségbe, illetve több énekes csak eljött baráti alapon, ismerettség útján. Hát inkább a stílus alapján, de elsődleges szempont azért az volt, hogy lehetőleg magyar, illetve határon túli énekesek szerepeljenek. Próbáltunk ismertebbeket, meg próbáltunk ott, akik kötődnek hozzánk. A nótáról ritkábban szól, mert ugye mi fő profilunk a hagyományőrzés, a néprajzunk, és hát ugye a népdal, ugye a nóta az egy picit ennek a perifériáján él, de úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon összekötő ereje van. Remélem, hogy az rendezvény, mint említettem, határon innen, határon túl tovább erősíti a kapcsolatot, mert azok a fellépők, akik jönnek az erdélyi falvakból, azok ugye nem csak ide jönnek és műsort adnak, hanem továbbra is maradnak, kapcsolatok alakulnak ki és élednek föl, vagy lesznek újak. Egy nyári szűrt emlék, nyár este volt, pacsirta szólt a fán. A Teveli Székelykör székely magyar nóta estjén, mint hallhattuk, helyi gyökerekkel rendelkező énekes is színpadra állt, aki örömmel tette leget a felkérésnek. Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon sok helyen énekeltem, de tényleg valójában, ahol az ember született, és én itt nevelkedtem, amíg ugye el nem mentem innen a munkahelyem miatt Szekszárdra, nagyon-nagyon boldog vagyok. És már csak azért is, mert olyan dalokat énekelhetek, és nótákat, amik szívemből jönnek, és amit édesanyámtól is hallottam. Pontosan ez miatt, ahogy épp az előbb említettem, hogy édesanyám nagyon sok székely népdalt énekelt nekem, és nagyon sok magyar nótát hallgattunk abban az időben, és én úgy gondoltam, hogy a székely és a székely nép révén gondoltam arra, hogy válogatom ezt a sok-sok szép dalt. A megjelentek létszáma tanúbizonysága arra, hogy a magyar nótának van még létjogosultsága. Az Erdélyből érkezett énekes elképzelhetetlennek tartja az életet a magyar nóta és a székely dalok nélkül. Indított a lélek, hogy itt legyek, tehát nem azért jöttünk, hogy itt kell lenni, vagy eleget kell tenni egy felkérésnek, hanem indított a lélek, hogy együtt legyünk a mi testvéreinkkel itt Tevelen, és gondolom, hogy szívem, lelkem legmélyebb mély bugyaiból olyan nóták fognak kikívánkozni, amelyek boldoggá fogják tenni az itt levő vendégeket, barátainkat, és osztozni fogunk a magyar nóta örömében, tudván, hogy a magyar nóta az a szív dala, a lélek fóhásza, a nemzeti vér lüktetésének legszentebb muzsikája, és úgy, ahogy látjuk, az a nemzet, amelyik nem dalol, az nem is él, az a nemzet, amelyik dalol, az él. Hát mindig, amikor kijövök a színpadra, megvan egy bizonyos blokk, amivel készülök, mégis amikor ránézek az embereknek az arcára, ugye a lélek tükrébe, azért néha úgy veszem észre, hogy változtatni kell, hiszen egy vagy két nóta még belefér, amelyik sokkal melegebb lesz, sokkal nagyobb hatással fog bekopogni az itt ülő vendégek szíveinek, lelkeinek az ajtaján. Meg vagyok győződve, hogy hozzuk a magunk ízét, a magunk karakterét, a magunk személyiségét otthonról, Erdélyből. Székely nóták is lesznek, a Hargitáról, Csíkról, a Maros partjáról, úgyhogy meg vagyok győződve, hogy boldoggá fogjuk tenni az itt ülő vendégeket, és egy kellemes, maradandó délután fogunk varázsolni ide a Teveli közösségnek. A Teveli székelykör szervezésében megtartott székely magyar nótaest sikert aratott. A környező településekről is sokan érkeztek.